Késsel támadt a rendőrökre egy férfi, este a fővárosban három járőrt megszúrt, egyikük a kórházban meghalt. A támadót menekülés közben lából lőtték és elfogták. A rendőrség közleménye szerint csütörtökön este 10 óra után érkezett a bejelentés, hogy egy 11. kerületi társasházban egy ott lakó férfi az egyik szomszéd lakás ajtaját betörte, és a lakásba be akart jutni. A férfi ezután egy késsel rátámadta ki érkező rendőrökre is. Három rendőrt megszúrt, majd az utcára menekült, ahol az egyik járőr a figyelmeztető lövés után lábon lőtte. A mentők a három sérült rendőrt, illetve a támadót kórházba vitték. Az egyik rendőr olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházban meghalt.